Kérnénk a számlát. Nézd, Kriszti, van browniejuk gyümölcsfagylaltal. Emlékszel, kiskorodban készítettünk esős napokon? Anya, nem találhatsz ki boldog emlékeket, remélve, hogy igaznak hiszem őket. Emlékszel a cicára az 5. szülinapodról? Kezdj újra, persze. Pedig azt is kitaláltam. Tudod, mit szeretek benned? Mit? Te az órádat nézted? Nem, mármint igen, de figyeltem. Sietsz valahova? Nem, dehogy. Várom, hogy megtudjam, mit szerez bennem. Ez a vonat elment. Miért? Várj, most... Ez az ember elviselhetetlen. Körmöt vág. Tévét néz, az óráját lesi, alszik. Hogy szerethetnénk egy ilyet? Anya. Tudom, kell egy meeting. Jó, hogy visszatértél, Bonnie. Jó itt lenni. Minél többet járok meetingre, annál jobb a házasságom Viktorral. Biztos imádja, ha nem vagy otthon. Tudod, ez az első eset, hogy együtt lakom valakivel, akiről szívesen gondoskodom. És a lányoddal mi van? Hogy érted? Iszákos gyógyszerfüggő katasztrófa. Amikor megláttalak, gondoltam, szépítek. Ha még egyszer elmeséled, vedd bele a heroint. Meg kell védenem a hírnevemet. Tényleg nem értem, hogy miért zavar ez téged? Nem? Hát én sem. Azt hiszem, erről nem szívesen beszélek. Mintha azt mondtad volna, hogy ne legyenek titkaink. Ha számon kérsz mindent, amit mondok, ez nem fog működni. Imádkozzunk. Van már valami? Nincs, mert jár a szád. Bocsi. Nem próbáljuk a sátánnál? Ő nyitottabb. A távirányító. Bár Marjorie Ronda bombonierét dobtad volna el. Rendben. Nem az volt az. Ez volt az. Szerinted szexi vagyok? Erre nem egészséges, ha én válaszolok. Jó, másképp kérdezem. El kéne kábítanod magad, hogy lefeküdj velem? Ez egyre ijesztőbb, anya. Ez Edem utolsó estéjén állunk. Készültem, főztem, gyertyát gyújtottam, felvettem ezt. Tudod ő, hogy készült? Kiosont elszívni egy jointot. Na és? Amikor drogoztál, még szex előtt is csináltad. Pontosan, hogy el tudjak viselni minden lúzert, aki rám mászott. Szóval Edemmel... Én vagyok a lúzer. Nos, talán felnőttem. Talán a józanság kedves és gyengéd nőt csinált belőlem. Parancsolj. Köszönöm. Bakkerve, díj már 41-szer. Nem akarok a szakmai körödbe tartozni, hagyjál. Hozok juice-t. Elfagyott. A rohadt életbe. Ki szeretne még beszélni? Anya? Igen, Kriszti? Gondoltam, megosztanád, ami veled történt. Nem osztanám meg. Akkor elmondom Marjorie-nek a bomboniért. Mi? Bonnie alkoholista. Hello, Bonnie. Lássuk csak, hol is kezdjem. Már tudom. A pasik szemetek. Nem csak egyes pasik, mindegyik az egész világon. Ha most itt lenne egy, behúznék egyet a péniszébe. Mire kellenek nekünk? Pókot ölni? Van rovarírtó. Gyereket csinálni? Van pipetta. Ennyi, rovarírtó és pipetta a boltban ugyanott vannak. Mi történt? Semmi. Szó szerint semmi. Most már biztos, hogy többé nem vagyok kívánatos. Nem tudom, mi legyen. Menjek be egy állatmenhelyre, vagy majd a sintér jön értem. Honnan szerezted a füvet? Egy sráctól. Hogy hívják? Nem mondom meg. Muszáj lesz. Nagyi azt mondta, ne legyek spicli. Azt mondtam, kivéve akkor, ha büntetlenséget kapsz cserébe. Nem tudom, mit tegyek. A szobafogság nem válik be, tudjuk. Én azt kaptam, amikor az ő korában füveztem. Igen, de nem könnyű, ha autóban laksz. A hátsó ülésre küldtél gondolkodni. Jól van, de már helyre jöttünk, és vannak eszközeink, hogy megoldjuk ezt. Milyen eszközeink? Nem tudom, néha csak úgy beszélek. Elég a csoki szósz? Igen. Cukorkát? Igen. Tudod, hol az apád füve? Igen. Francba! Tehát apádé volt a fű, amit szívtál. Azt hiszem. Miért falasztál neki? Nem tudom, az apám. Ez kedves. Ostoba, de kedves.
Ne mondd el anyának! Hé, ki mondta, hogy ne légy picli? Megjöttem! Baxteré volt a fű! Hé! Újabb lecke, ne bízz senkiben! Amint látjátok, ma elhoztam a fiamat. Ne nézzétek! Nem tudja, hogy miről van szó. Általában én otthon hagyom tévézni, de most nem bízom benne. Várj csak! Nézzétek, egy Pokémon! Folytasd! Hello, Bonnie, alkoholista. Hello, Bonnie! Én is tudom, milyen érzés, ha a gyereked ide jutott. Na nézzétek! Belegondoltál, micsoda helyzeti előnyben vagy most? Miről beszélsz? Tudod, hogy hazudott a nejének? Aki nélkül hajléktalan munkanélküli lenne, és árulhatná a spermáját, amiről tudjuk, hogy értéktelen. Mindezt összevetve, mi lenne, ha felvetnéd neki, hogy a hallgatásodért cserébe küldjön el téged anyáddal együtt egy hétre Hawaii-ra, pusztán $700 per fős áron a Travelocity-vel? Nem, a fiam jóléte a tét. És nem 7 nap, 6 éjszaka a Sheraton Pói Pubícsen? Jobb anya lennél lebarnulva. Nem. Kérlek szépen, úszhatnánk a delfinekkel. Rendben vagyunk. Részben rendben. Anya? Mehet? Mehet. Nálam a laptop, nálad a bankkártya. Jól bezsúfoltak ide, ugye? Tényleg, Mokuska, kevés a hely? A lányom beteg, sietek. Csak mononukleózis. Ennyit vallott be telefonon. Attól még simán lehet ebolája. Ebben az esetben nincs miért sietni. Mire odaérünk, csepp folyósodik. Hogy van? Ki van ütve? Jó cucc ez a gyógyszer. Szegény babám. Szegény egy frászt. Valamiért le akart lépni onnan. Te mindig rosszat feltételezel. És 98%-ban igazam van. Majd meglátjuk. Majd meglátod az én mondtam arcomat. Egy gyors kérdés. Kicsomagoltam, hogy kimossam a szennyest, és találtam $2000 az egyik zoknitban. Mi a fene? Ez lett volna a kérdésem. Szeretlek, bármi is a helyzet. Ennek ellenére, ha törvénytelenséget tettél, akkor feladunk. Főleg, ha van jutalom. Jól van. Holnap beszélünk. Aludj jól. Miért vagy még itt? Anya, mit művelsz? Főzd azt a teát! És tegyél be valami hangos zenét. Na, mi az? Beleegyezett, hogy férjhez megy valami fickóhoz egy kimondhatatlan nevű országból a zöld kártya miatt. $2000? Nem, $10,000. A többit elköltötte, idézem, jó cuccokra. Atya ég, akkor most van egy vejem? Nem ment hozzá szegény Mahmudhoz. Elvette a pénzét és a szüzességét. Jaj. Ő is plankett. Rossz döntések generációk óta. Nem akartam Marjorie előtt mondani, de tudom, milyen érzés. Nagyon sokáig bűntudatom volt azért, ahogy felneveltelek. Tényleg? Túl vagy rajta? Igen. A rossz hírem az, hogy nem kéne, hogy túl legyél. Sajnálom, túl vagyok. Nem. Annyi bűntudatodnak kéne lennie, hogy sosem újjon el. Nem máról holnapra múlt el, hónapokig tartott. Hónapokig? Évekig mellőztél, és csak hónapokig? Majdnem 3. Tudod mit? Szeretném, ha nem hasonlítanád hozzá magadat. Igazad van. Egyikünk megoldotta a problémáit, azaz én. Úristen! Te hallod magad? Violet miatt is te vagy a hibás, mert azért rontottam el vele, mert úgy nőttem fel, ahogy te rossz anya etalonja vagy. Azon is túl vagyok. Már vége. Nem eszel? Sokat dolgoztam vele. Hé, leparkoltam és bementem szószt zsákmányolni. Egy gyereknek tér kell, jegyezd meg. Ezért nem láttalak egész másodéves koromban? Szívesen. Roszkó! Roszkó! Na jó, míg megoldódik a rejtély, én jövök. Bonnie, alkoholista. Hello, Bonnie. Nos, beleláttok az életembe. Mióta a lányom folyton pánikol, úgy tűnik, én vagyok a jó öreg bölcsértelem hangja. Kezdek hasonlítani Marjorie-re, nem örülök. Mi az? Anyád épp kint keres. Itt vagyok.
Ne szóljunk. Hogy visszajöjjön? Mi az? Semmi. Épp csak... Amikor józan lettem, akkor jöttem rá, hogy mekkora kárt okoztam a gyerekeimnek. És ez késért. Nap mint nap gyűlölöm magam érte. Azon merengtem, milyen lehet például neked, akinek egyáltalán nincs bűntudata. Jó, Alanonra járok. Miért? Mert egy alkoholistával élek, aki megőrít. Velem? Várjunk, te meetingre jársz, hogy engem feldolgozz? Azért járok, hogy sok mindent feldolgozzak, de főleg téged. Bonnie, alkoholista. Szörnyű napom volt. Egész délelőtt a csomagom kiszállítására vártam. 2 percig pisiltem, és lemaradtam róla. Most mehetek be a postára sorba állni. Oh, én megölöm magam. Azért figyelmeztethettél volna. Bocs, nem ismerem azt a kézjelet, hogy te idióta, Jill a halott anyjáról beszélt. Szerinted feltűnt neki? Igen. És tudod, hogy miért? Mert ő odafigyel. A program lényege, hogy megosztod a bajodat, és jobban érzed magad, mert meghallgatnak. Nem vagy egyedül. Jaj, nézd, egy 3 lábú kutya. Van egy almája. Jól vagy, szívem? Igen, azt hiszem, csak nincs étvágyam. Nos, tudd, hogy mi itt vagyunk neked. Hé, ébredj! Mi? Itt a nejed? Ki az? Jill! Jill az. Köszönöm. Szia! Úgy érzem, alul öltöztem. Úgy érzed? Honnan van a tiara? Jill ajándéka. Ő volt Miss Vajas Keksz 97-ben. Te nem voltál, add vissza. Nem, ajándék egy kedves szuicid típusú baráttól sokat jelent. Biztosan belátja majd, hogy jó szándékkal mondtad. Remélem. Nem akarom elveszíteni őt. Amikor ezzel terhes lettem, egyik barátnőm nem tartotta jó ötletnek. Ilyen közel volt az abortusz. Mi? Ezt mondtam már. Á, emlékeznék. Mindegy, nem tettem meg. Ki? Ki mondta, hogy vetessel? Nem ismered, mert többé nem álltam szóba vele. Ez a lényeg, talán így jársz majd te is Jill-lel. Várjunk. Egy levegővel azt mondod, hogy csak nem elvetettél, és hogy örökre elveszítem az egyik legjobb barátnőmet. Csodás buzdító beszéd volt. Uram Isten, ha törődöm veled, ős vagy. Ha nem törődöm veled, akkor azért is. Új szemüveg? Ez? Nem. Biztos? Még nem láttam. Igen, van egy csomó. Nem került sor rá. Kitartasz a sztori mellett az árcímke ellenére? Mi? Ha. Ha már lopsz, a sálat is elhozhattad volna. Annyira gyűlöltem azt a nőt. Úgy kezett, mint egy senkit, aki nem vehet szép dolgokat. Az vagy, és nem vehetsz. Mi az? Semmi. Csak olyan kicsinek tűnsz ebből a morális magasságból. Miért fordulsz be? Átjön később Eden, veszek neki sört. Megvársz a kocsiban, vagy bejössz lopni? Sok minden van a pénztár körül, snackek, néhány pöttyös banán. Meddig fogsz ezzel szekálni? Nem tudom. Olyan ez, mint a rágógumi, egyszer elmegy az íze. Lophatsz rágót. Ez mozgássérült parkoló. Nem gond. Mi ez? Eden kártyája? Dehogy, kölcsön vettem, lemásoltam, és voilà. Ez laminált. Igen, dolgoztam vele. Akkor ez egy hamis mozgássérült kártya. Beszélj halkabban. Hogy tehetted ezt? Egy mozgássérültnek vásárolok, így a kártya előnyei most átszállnak rám. Nem szállnak át. Pedig át kéne. Vagy szerinted egy mozgássérült lassabban jusson sörhöz, mert ha így van. Hú. Mozgássérült helyreállt. Igen, valóban. De látja, van táblácskám. A magáé? Igen, hát persze, mert mindkét csípőm protézis. Még gyakorolnom kell. Igazolványt kérek.
Előbb mutassa a magáét, mert csak szűk nadrágot és egy bicajt látok. Simán mehetne épp lánybúcsúba is. Ha most beugrom és elhajtok, vajon elkap a drót szamarával? 2B kör 21, erősítést kérek. Csak blöfföl, anya, gyerünk hozzá bele! Könyörgök, mozgássérült barát és egy elmebeteg gyerek. Szálljon már meg! Tudod mit? Nem fizetem be, bíróságra viszem. Jó teszed. Minden jogod megvan arra, hogy sérült légy. Nem, egy alkotmány kiegészítés miatt. Ez érdekel? Tudod, amiben az áll, hogy azt teszek, amit akarok. Te megőrültél? Ha van egy orvos, aki igazolja, akkor igen. Tudod, mennyire szeretek kreatívkodni? Nos, nemrég támadt egy ötletem, de a projekt így utólag eléggé... erkölcsileg megkérdőjelezhető. Hogy tehetsz ilyet? Az a probléma, hogy én nagyon szeretek laminálni. Mindig szerettem. Forgalmi, TB-kártya, amit csak akarsz. Nyugodtan nevez őrültnek, de ha egy irat laminálva van, szerintem sokkal jobb. Mit terveztek? Elmegyünk pár borospincébe majd vacsorázni. Borkóstoló? Milyen jó lesz neked? Van játék a telómon. Ideje menned? Viszlát! Hello! Ó, milyen aranyos. Mi történik itt? Mi, hová mentél? Az én ágyamba! Te szerencsétlen barom! Mennem kell. Ki volt az? Marjorie. Te hívtad? Ő hívott. És miért hívott fel? Valami gondja van Viktorral. Egek, mi az? Kiderült, hogy olyan szexuális igényei vannak, amik miatt újra kell értékelnie néhány eddigi meggyőződését. Meglepetésbulit szerveztek nekem, ugye? Mit? Nem. Ugyan már. Szombaton szülinapom van, te meg állandóan sugdolózol a lányokkal már napok óta. Ha tudni akarod, a frizurádról sugdolóztunk. Begöndörítjük, ha megnő. Mi bajod van vele? Olyan, mintha egy színdarabban kisfiút játszanál. Szép próbálkozás. Gulit szerveztek nekem. Csak hogy tudd, szombat este dolgozom, úgyhogy legyen inkább péntek. Szeretem a takót és a karaokét. Ó, és ne hagyd, hogy Marjorie német csoki tortát süssön, a berlini fal is omlósabb lehetett. Jill terhes. Mi? 2 hónapos, erről sugdolóztunk. Várj, mindenki tudja, csak én nem? Azt mondta, ne mondjuk el. Akkor miért mondtad el? Mert aludni akarok. Jó ét. Jó ét. Ó, tudom, mit veszek szülinapodra. Kalapot. Én személy szerint örülök, hogy elmondtad, nem szeretem a hazugságokat. Mert nem gyakorlod eleget. Ez egy izom, edzeni kell. Azt hitte, azért csukdolozunk, mert szülinapi meglepetésbulit szervezünk. Tényleg, hétvégén van a szülinapja. Hé, tényleg szervezhetnénk meglepetésbulit. Ez nagyszerű ötlet. Készíthetnék német csoki tortát. Ó, az Kriszti kedvence. Jó. Várj, honnan tudjam, hogy igazat mondasz? Ettől vagyok én a legérdekesebb személy az asztalnál. A gyerekvonat elhagyja az állomást, fel kell pattannod rá. Sapid van hozzá. Miért nekem kell bocsánatot kérni tőle? Azt mondta, hitvány anya vagyok. Ismerem a gyerekedet, nem téved. Akkor most örökre haragudni akarsz rá? Több pártra kell szakadnunk. Több pártra? Az anyám vagy. Igen, de sok pénze van, és megvehető vagyok. Üdv a partin, Marjorie. Készen állsz a bulira? Elkészítettem a német csoki tortát. Kriszti borzasztóan fog örülni. De Jill annyi mindent átvészelt, majd túl lesz rajta. Ráadásul józanul. Nagy kár, az orvos minőségi nyugtatókat adott. Szerinted ez kár? Igen, ő nem veszi, mert te nem hagyod eladni. Ugye? Szerintem menj haza, adj időt neki, mi szemmel tartjuk. Rendben, hívja kell valami. Ha már úgyis hazamész, elhoznád a fürdőruhámat? Te most viccelsz? Igazad van, úszhatok nélküle, magunkban vagyunk. A legszomorúbb szülinap. Krisztinek? Nincs az első ötben. Hello, Marjorie néni. Szia, Nick. Marjorie néni? Így írja alá az üdvözleteket.
Megismerkedtetek? Igen, az utcán volt, aprót kunyerált. Erről már beszéltünk, nem? Figyeljetek, lányok, tudom, hogy Nick nagyon vonzó fiatalember, de nektek ő tabu. Nem már! Miért? Csak mert nem jó ötlet, a mentorotok vagyok, ő az unokaöcsém. Jó, új mentor kell, Bonnie, leszel a mentorom? Igen, de csak a lányom után randizhatsz vele. Ráérsz? Nem igazán, tanulok a vizsgákra. Jól van. Meg akartam mutatni Marjorie unokaöcsét póló nélkül. Lássam. Uram Isten, ráadásul lovon... Tengerparton. Ez nagyon nem fair. Az nem fair, hogy a ló van alatta, és nem te. Miért mondasz ilyeneket? Mert megérdemelsz egy jó képű fickót, és szívesen bosszantom Marjorie-t. Nem számít. Nem fogom kijátszani Marjorie-t. Igaz is. Miért hajszolnád életed pasiát, ha ez egy vénasszony kellemetlenül érint? Ugye tudod, hogy Marjorie csak 10 évvel idősebb nálad? Ha ezt még egyszer meghallom, kibelezlek, mint egy halat. Ölben vitt az istállóba, és egy szalmabálán csináltok. Komolyan? Egy szalmabálán? Tessék, hoztam bizonyítékot. Még van a bugyimban is. Oh. Az én hősöm. Találkoztok még? Igen, bizony. Hol a facsora, aztán ki tudja? Ágy, a változatosságért. Oh, kérlek, előtte mondd el Marjorie-nek, vagy hadd mondjam el én neki. Eldöntöttem, én mondom el. Senki sem mondja el. Megegyeztünk Nickkel, titokban tartjuk. Jó rendben, nem bánom. A kislányomat megdöntött egy cowboy az istállóban. Próbálok büszkévé tenni, anya. Szia! Mit keresel itthon? Azt hittem, még javában nyergelsz vagy. Hagyjuk, álmos vagyok. Jaj, anya, fura fickó. Minden pasi fura, a pénisz miatt. Mit akarsz tenni? Hát, nagyon tisztán meg kell mondanom neki, hogy vége van, de gondolom Marjorie-nek fog panaszkodni, ezért meg kell előznöm. Igen, lóhosszal előzd meg. A lovas humorod rettentő fárasztó tud lenni. Erre azt mondom... Ja. Már itt is van. Nyerek be! Hé, az én dumám. Emlékszel, hogy azt mondtad, Nick, nekünk tabu? Ó, nem. Ó, igen. Én lebeszéltem. Nem is tudom, hogy mondjam szépen. Nincs jól. Milyen értelemben? Ne érts félre, még sosem bántott senkit, de élete nagy részében sajnos bent volt egy intézetben. Uram Isten! És megszökött? Hé, mondtam, hogy hagyjátok békén. Mennyire komoly ez? Őrizzem a DNS-ét, ha netán eltűnik? Mondtam már, nem veszélyes, csak az érzései nagyon mélyek. Hát, ismét költözünk.